az embereknek, a magyaroknak megszorítások, a fideszeseknek, az állami vezetőknek pedig luxus. Ez jellemzi az elmúlt 3 év politikáját a Fidesz kormánynak, és most újabb példáját látjuk ennek, hiszen miközben az Orbán-Matolcsi megszorító csomag eredményeképpen 850 milliárd forintot kénytelenek nélkülözni a magyar emberek, ez fejenként 85 ezer forint Orbán-Matolcsi sarcot jelent, addig az állami cégek vezetői 10-20-30 milliós jutalmakat zsebelnek be. Összesen mintegy 4 milliárd forintnyi jutalmat és prémiumot tesznek zsebre az Orbán Viktorék által kinevezett állami cégvezetők, miközben egyébként az emberek pedig egyre rosszabbul élnek. Nincs pénz az államkasszába, nincs pénz a költségvetésben, újból módosítani kell a költségvetést, és nem csak az EON miatt, hanem azért is, mert ez az első hetekben megbukott már ez az újabb, nem tudom hányszor átdolgozott költségvetés. Ennek ellenére a fideszesek vígan vannak, és saját magukra és saját klientúrájukra bőven költenek, miközben az emberektől pedig elveszik a pénzt. Honnan veszik el a pénzt? Többek között például az Orbán-Matolcsi csomag által elfogadott 850 milliárdos megszorítás eredményeképpen, ahogy mondtam, 85 ezer forint per fő. Ez egy 4 tagú átlagos család esetében 340 ezer forintos megszorítást jelent. Hiányzik ez a pénz például a családi pótlék emelésből, vagy hiányzik mondjuk a közmunkásoktól, ahonnan az idei évtől, idén márciustól nem 49 ezer forint lesz az önkormányzati közmunkásoknak a minimálbére, hanem csak 38 ezer forint. De a pedagógusok is kevesebb fizetést vihettek haza a januári munkájuk után. Van, akinek 10, van, akinek 20 ezer forinttal csökkent a nettó bére. Úgy látszik, hogy az államosítás után államosították a pedagógusok fizetésének egy részét is, amely azt jelenti, hogy lenyúlták, enystandolták. Számos területen hiányzik a forrás a felsőoktatásból, a közoktatásból, de ugyanígy az önkormányzatok is nagyon nehéz helyzetben vannak. Naponta kapunk aggódó telefonokat polgármesterektől, és most már nem csak szocialista vagy független polgármesterek, hanem jobboldali fideszes polgármesterek is minket hívnak, hogy csináljunk már valamit, mert a kormány azt ígérte, hogy feladatfinanszírozás lesz, 100%-ban lefinanszírozzák a kötelező önkormányzati feladatokat. Ezzel szemben nem, hogy azt nem finanszírozzák, ami a kötelező feladat, hanem jóval kevesebb pénz jut az önkormányzatoknak, mint ami korábban volt. Hiába itt az adósságátvállalási trükk vagy bármi más, kevesebb pénz jut az embereknek is, és az önkormányzatoknak is. Nézzük tételesen, kik milyen jutalmakat kapnak. A teljes felsorolás igénye nélkül 3 kirívó példát hagy hozzak. A Magyar Villamos Művek vezérigazgatója Bai Csaba több mint 30 millió forintos jutalommal részesül. Ő az az úr, aki ugye korábban még a felesége számára is biztosította a luxus szolgálati autót a Magyar Villamos Művek keretében. Vagy a Magyar Fejlesztési Bank vezetője Baranyai László szintén 30 millió forint fölötti jutalmat zsebelhet be, de a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek a vezetője Horváth Gergely Domonkos is 30 millió forint fölötti jutalomban részesül. Ezek azok, amik a legkirívóbb összegek. Önmagában, hogy nehogy álszentnek tűnjön az egész, nem a jutalmazással, nem a premizálással van baj, az is probléma. Azzal van probléma, hogy amikor megszorításokat erőltetnek az emberekre, akkor nem biztos, hogy a jutalmakkal, prémiumokkal így kellene bánni, mint ahogy egyébként a fideszes politikusok, miután lebuktak, utána visszafizették ugyan, de a lebukás miatt csak, előtte eszükbe sem jutott a polgármestereknek, fideszes polgármestereknek, hogy ezt a jutalmat nem kéne megszavazni, vagy ha megszavazták, akkor nem kéne fölvenni, vagy ha már fölvették, akkor kapásból vissza kellene fizetni. Ugyanakkor a másik indok az miatt, hogy a jutalmakra, prémiumokra legalábbis ilyen mértékben nem lenne szükség, az maga a Fidesznek az arcpolitikája. Már nem az arcpolitika, hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér, hanem az, amit Lázár János még frakcióvezetőként mondott, hogy a 2 millió forint fölötti havi jövedelem a pofátlan jövedelmek kategóriájába tartozik, és a jutalmak, prémiumok, végkielégítések is egy bizonyos összeg fölött a pofátlan kategóriába tartoznak. Azt gondoljuk, hogy ha a Fidesz így vélekedett egykoron, akkor valószínűleg ma is hasonló az álláspontja, ezért arra kérjük, arra szólítjuk fel a miniszterelnököt és a kormányzó párt vezetőit, hogy az állami cégek vezetőinek jutalmazását, premizálását vizsgálják fölül, hiszen amikor 850 milliárdos megszorító csomagot kénytelen elviselni a magyar nép Orbán Viktor gazdaságpolitikai álmafutása miatt, akkor elfogadhatatlan, hogy mások pedig több 10 millió forintos, havi 2-3 millió forintos jutalmakat, prémiumokat vegyenek fel az egyébként meglévő havi 2-3 millió forintos fizetésük mellé.